Konkrét, közéleti és politikai egy óra. Áltények, mellébeszélés és jóslás nélkül. Böcskei Balázs műsora. Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat, Böcskei Balázs vagyok, és külön köszöntöm a reggel ismétlés hallgatóit is. A mai napon egy olyan időszakban megyünk vissza, amely talán a, az első olyan korszak a magyar politika történik a rendszerváltás után, amikor a baloldal cselekvő helyzetbe került, hiszen kormányzati pozíciót tekintjük a politikának, azt az időszakának, amikor is ugye kormány jelenzik, kódja folytán cselekvő helyzetbe kerül egy politikai erő, és nem azért, mert nosztalgiázunk, hiszen az elmúlt kilenc évben cselekvő tényezőkről kevésbé lehet beszélni, hanem azért is, mert ott a 94-98 közötti időszak az összesűrűsödött, válságkezelés, koalíciós viták, közbiztonság kérdés, és egyáltalán, hogyan köthetett az antikommunista párt, a posztkommunista párta a koalíciót úgy, hogy még az választásokat megelőző éjszakákkal és ez kizárt volt az SZDSZ részéről, hogy ezekre a kérdésekre választ kapjunk, ahhoz két szakavatott Értőjét, illetve cselekvőjét, a Kornak Szekeresnét, illetve Kunce Gábort hívta meg. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszöntöm napot. a Klub Rádió hallgatóit! Jó napot kívánok, én is köszöntöm Önöket. Leginkább Szekeres Sinének számos kicsére feljegyzésével, mondatára fogunk támaszkodni, és elárultam azt a hallgatónak azon kívül, hogy kulisszatitkokat árulnék el, hogy itt a meghívott vendégek azt mondják egymással úgy replikáztak, hogy te a tiéteket jobban láttad, vagy, vagy mint, mint, a, mint ahogy én azt, mint a, hogy írja is, de egyrésztről nekem mindig Benne van ez a zavar, és mindig a politológusok próbálják megfejteni, egyetemi oktatóként tapasztalom azt, hogy megkérdezik a hallgatók, hogy hogyan lehetséges egyáltalán a Szabadnak Szövetsége és a Magyar Szocialista Pártnak a koalíció 1994-ben, hogy annak ellenőri úgy megyünk be a választásra, bal, hogy az SDS kizárja ezt a koalíciót. Nem akarok illetlen lenni, hogy nem szekeres similével kezdem, de Kunce Gábor válaszol ebben a, a legadekváltabb, hogy hogy miért is, mert elmondom, hogy mi az alaptézis, azért megy be az SDS, mert politikai zsákmány politika, és igazából semmi több. Nyilvánvalóan itt pragmatikusan túl elvek érdekek, értékekről is szó van. Hát ez a zsákmány az azt gondolom, hogy elfelejthető az SZDSZ esetében, de biztos tud valaki mondani olyat, hogy valakinek a vejem többszörös milliárdos lett, vagy a barátja százmilliárdos lett, vagy Ö, vagy pedig saját maga, hát mindenféle kézen közön keresztül ö, leggazdagabb ember lett Magyarországon. De az tény, hogy nem volt az szdsz olyan szándéka, hogy koalíciót kössön a szocialista párttal. A választásokon a Fidesz, a Vállalkozók pártja, az Agrárszövetség és a SZDSZ indultak egy laza szövetségben. Külön-külön elindultunk, de egyeztettünk kampányeseményeket, néha programokat is. Ugyanakkor azonban másrészt az SZDSZ és annak közönsége nagyon szemben állt az Antal kormány politikájával, főleg annak ideológiájával, és főleg azzal, hogy Antal József, akinek egyébként a demokratizmusát nem lehet megkérdőjelezni, abból indult, ki, hogy 48-ban valami megszakadt, és onnan kell folytatni tovább. A választások első fordulóját követően már látszott, hogy itt lehet egy olyan eredmény is, hogyha az SDS, hogyha az MSP nem szerez 50% fölötti ö, arányt a parlamentben, akkor az SDS kénytelen lesz a maga 20%-ával bemenni azért az 1-2%-ért, mert az nem Fordult elő, hogy a Magyar Demokrata Fórummal és koalíciós partnereivel lépjünk koalícióra. De amikor megjött, hogy az MSZP-nek 54%-a lett, akkor azt mondtuk, hogy köszönjük szépen, ebből nem kérünk. Na most ekkor két dolog történt. Egyrészt elég nagy nyomás alá helyezték az SZDSZ-t, Különböző partnerek, de hogy egyet mondjak, még a két forduló között mentem egy választási gyűlésre Veszprém megyébe, amikor csengett a telefon az autóban, és Hans Dietrich Genscher voltam vonal másik végén, és azt mondta, hogy abban az esetben, ha a Szabaddemokraták Szövetsége koalíciós ajánlatot kap, akkor fontolja meg jól a döntést, mert Magyarország barátai Magyarországot az európai és a világ ö, térképen sokkal eredményesebben tudják képviselni, akkor, ha az utolt pártnak tekintett szocialista párt mellett van egy rendszerváltó párt is. De ugyanez volt a helyzet a, azokkal, akik a gazdaságban tevékenykedtek, és itt nem arról van szó, hogy azt ígértük, hogy hogy mit tudom én, majd megnyerik a közbeszerzéseket, vagy esetleg a pacina megveheti a népszabadságot, hanem azt akarták, hogy az SDS gazdasági elképzelései jelenjenek meg a kormányzati munkában. És volt egy harmadik dolog, miután a, a, a mert a, 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 a Szekeres Imrének a szétdobált jegyzeteit hozzám is elfújta a szél, hogy a jegyzeteiben azt mondja, hogy hogy a szocialista párton belül volt vita arról, hogy legyen vagy ne legyen koalíció, aztán végül megérkezett Hornyula meghívója, és akkor ugye csináltunk egy közvéleménykutatást, és a közvéleménynek a velünk nem szimpatizáló része is azt mondta, hogy menjünk be a koalícióba, hogy ne maradjon ott az MSZP egyedül. Egyrészt, másrészt, meg hát nekünk is volt egy olyan gondolatunk, hogy hogy állunk neki a legközelebbi választáson a kampánynak, azt mondjuk, hogy kérem szépen szavazzon ránk, mert mi a múltkor sem mentünk kormányra, pedig lehetett volna, hát most se akarunk. Szóval uh -huh. nagyon sok, nagyon összetett volt, és elég nagy vita volt a pártomban. Vissza fogunk erre térni, mert ugye ez a diskurzushoz kapcsolódik, hogy a gazdasági körök miért kérnek egy politikai pártot, hogy menjen be a koalícióra. Ugye Rosszmájó visszamléketések szerint ugye a pártfinanszírozás kérdés, illetve a, a visszaosztás kérése merül fel, már csak azért is, mert ebben a, ebbe a szétdobott jegyzetek teli vannak a privatizáció körüli vitákkal. De hogy a szétdobott jegyzetek egyet felemeljek, azt írja Szekeres Imre, hogy hogy a kiegyezett, ha, ha, fogcsikorgatva is az SZDSZ vált Horn Gyula, és ha elvehető volt az SDS politikai szüzessége, a politikai szüzességet ön is idézője tette, bizonyítható volt róla, hogy nem más, mint mi vagyunk, csak gyengébb. Hogy hát most Kunce Gábor után ezt mondott mellé teszünk, azért ebben erőteljesen bizalmatlanságot érzek a Szabdokoták Szövetségével kapcsolatban. Így visszamenőlegesen is. Na most aztán nagyon nehéz vagyok, mert a szédobott jegyzeteimnek ez a mondata, ez Telér Gyulától származik. Tehát, hogy jobbról hogy tekintettek erre az ügyre. Szerintem nem ez az igazság. Én nagyon világosan emlékszem, 92-től, talán már őszétől kezdve, hogy a magyar közvéleménynek abban a részében, amelyik elutasította a jobboldaliak, még az Antali Kisgazapárti KDMP-s kormányzást is, valamilyen megoldást kerestek. És ma nagyon furcsán hangzik, amit mondok, nagyjából a három ellenzéki pártban látták, az msp ben az sds ben és a Fideszben. Tehát az emberek nagy része, akik azt gondolta, hogy ennek másként kell történnie, e körül a három párt körül, majd azt nem mondom, hogy különbségtétel nélkül, de, de emögött sorakozott fel, úgyhogy mire odaértünk, 94-ben a választások idejére, Addigra ez egy nagyon erős közhangulattá formálódott. Gábor idézte, hogy azt a közvéleménykutatást, ami akkor született, 70 os támogatottsága volt annak, hogy az MSZP és az SZDSZ közösen alakítson kormányt. Vagyis nem csak a saját szavazói gondolták, hanem mások is. Ennyit a, az objektív folyamatról, ami az MSZP oldaláról nagyon-nagyon világos volt. Ehhez én Kis Jánost fogom most idézni aki az SZDSZ elnöke volt előtte, és aki azt írta, hogy az 54 az sok egy pártnak, kevés egy kormánynak. Tehát mi azt mérlegeltük, hogyha kormányra kerülünk, a gazdasági válság kellős közepén, a rendszerváltás befejezetlen fázisában, nagyon mély társadalmi konfliktusok közepén, akkor, akkor tudjuk ezeket megoldani, ha nem csupán mi, hanem egy szélesebb és egy átfogóbb koalíció jön létre. Ezért hétfő reggel, második forduló utáni uh -huh. reggel a Gázoltán mentünk Miskolcra Hornhoz, hogy ott feküdt még a kórházba, és mind a hárman egyértelműen azt mondtuk, hogy ajánlatot, javaslatot kell tenni a közös kormányzásra. Ehhez képest, már mondjuk kicsit előre szaladok, a közös kormányzás annyit, hogy ugye a koalíciós megállapodás a 114 oldalas dokumentumra sikerül, hogyha valakinek írteni, mert eszébe jut az, hogy ilyen hosszan kell valamit dokumentálni, azok a felek biztos, hogy egymással kölcsönös bizalmatlanságban vannak. Na most nem, csak nem erről van szó. Hát ennek a dokumentumnak része volt a közösen kihízzat kormányprogram, és az egy nagyon... Lényeges eleme volt egyébként sem az előtt, sem azután ilyen részletes kormányprogram nem készült másrészt a koalíció működésével kapcsolatban is szabályokat kellett alkotni, mert az sds nek volt egy olyan félelme, hogy a 54%-os MSP bármikor azt mondta, hogy ha nem értesz egyet, nem értesz egyet, ami nekem meg 54 százalékom, megszavazom, és ezért aztán a különböző működési szabályokat is nagyon részletesen leírta ez a megállapodás, és ezt követően alakult meg a kormány. A Magyar Bálint vezette az SDS részéről azt a delegációt, akikkel tárgyaltam a koalíciós szerződésről, Gáborral pedig a kormányszerkezetről, működésről. Tehát két ilyen, nevezük így előkészítő bizottság uh -huh. volt, amelyik dolgozott. Itt ugye a terjedelmesebb a kormányprogram volt. Én világosan emlékszem rá, hogy szinte minden mondat mögött szakmai indoklás, gondolás volt, és mikor az utolsó a részeket fogalmaztuk ezt a bizonyos paritásos döntést, hogy mindenkinek egy szavazata van. Tehát, hogy egyenrangúak vagyunk, akkor a Forkasházi Tivadarnak volt a nyári rendezvénye, Szárszón, és az anyukájának a házában van ez mindig, és a hátsó oldalon volt egy verenda a szőlők felé, és a Bálintalot írtuk kézzel még a utolsó variációkat is, és az volt a feltűnő, hogy a magyar értelmiség van az mind hátra ment oda, mert ott volt a WC, de, de, rendkívül sűrű volt a forgalom, és egy idő után rájöttünk rá, hogy mindenki azt figyeli, hogy hogy haladunk egyébként, de egy, valóban egy nagyon, nagyon, alapos munka, nagyon részleteiben végig tárgyalva, és nagyon konkrét koalíciós megalapodás született. Nagyon precízen van ez dokumentálva, <kül> Itt egyben leszámított, hogy az értelmiség mindig nagyon nézi a politikai, politikusok megállapodását jobban várja, hogy esetleg hogyan fordul az idő, mint sem a maguk a politikusok már tudják. Mely területek és konfliktusok voltak azok, amelyek a legélesebbek voltak? Ilyen az a legélesebb, ez az azt jelenti, hogy itt a koalíció felbomlásának a kockázata volt, hiszen valaki visszaemlékszik, vagy rossz irodalmakat olvas, akkor azt, gondol, azt gondolhatja, hogy az MSZP és az SZDSZ viszony az a mindenkori, majd holnap felbontjuk a koalíciót politika története, de biztos, hogy voltak olyan, ebben az időszakban különösen válságkezelése megyünk, amikor, amikor éles volt ez a történet és egy frakcióvezetőnek tartania kellett a, a, a hátországot. Valóban elég sok vita volt a koalíción belül, és ezek jelentős része érdemi kérdésekről folyt. Ugye a legnagyobb falat az a <coughs> egyébként nem túl jó helyzetben lévő gazdaság rendbetétele volt, amivel volt még egy probléma, hogy az MSZP-n belül is konfliktus volt, nevezetesen Hornyula és Békesi László között, aki akkor ugye a pénzügyminiszter volt, és Hornyula rendkívül sokáig halogatta a döntést lehet, hogyha korábban jut dőlőre, akkor e, kevesebb meglászkodtatással járt volna a gazdaság helyretétele. Ugyanakkor azonban másrészt meg az SDS Egyetértett Békesi Lászlóval, és a mi gazdasági programunk és az ő elképzelései eléggé fették egymást, ezért nagyon rossz néven vettük, hogy hónapokig nem történik semmi. Úgyhogy az első olyan konfliktus, mert vitás sok volt, de az első olyan konfliktus, ami veszélyt jelenthetett, az az volt, amikor az SZDSZ az 1994 novemberi küldött gyűlésén azt mondta, hogy ha itt nem történik semmi, akkor miért vagyunk a koalícióban, és akkor Pető Iván meg is fogalmazta, hogy milyen elvárások vannak a kormányzat működésével szemben amelyek aztán másokból teljesültek, mert ugye békesi lemondásával felgyorsultak az események, ugye a új egybankelnök, új pénzügyminiszter, a 20 valahány pontnak az elfogadása, végrehajtása, az kiütötte ezt. Hm. Voltak mellette kisebb konfliktusok is, de az első nagy elem az feltétlenül ez volt szerintem. Ebben az időszakra írja azt, Szekeres hogy az SZDSZ elképzetlenek tartotta, hogy a pártja, mert az SDS kormányzati részvétel egy másfajta gazdaságpolitika valósuljon meg. És az, hogy végolvassuk a, készülő, vagy már elkészült jegyzeteket, akkor azt látjuk, hogy az SZDSZ, minthogyha vége a kormányzás alatt egy szigorúan doktriner módon gazdaságpolitikai kérdéseket tartott szem olyan, kérdé... olyan helyzetekben is, amikor, mint hogy a társadalmi következményektől mentesen kellene ezt csinálni. De rosszul olvasnám? Ö, nem csupán gazdaságpolitikai kérdésekben volt ilyen nagyon ö, komoly vita, ezt szeretném tisztázni. Voltak alkotmányjogi kérdések is, és mások is, de ehhez térünk vissza. Ez a dilemma, ez egy, ö, ez egy nagyon mély és egy nagyon valódi dilemma volt az MSZP-ben. Nagyon leegyszerűsítem. Egy baloldali párt nem arra szerződik, hogy válságkezelésben nagyon erős és megszorító intézkedésekkel politizáljon, hanem valami olyanra szerveződik, hogy ezeket ellensúlyozza és az embereknek minél nagyobb részének támogatást és segítséget adjon. Mi pedig frontálisan ütköztünk bele abba a körülmények miatt, amiket nem mi teremtettünk, hogy nincs más kivezető út, mint előbb szanálni kell a gazdaságot. Na de ezt nem olyan könnyű elfogadni. Hát hogyha az egész felfogásod, életviteled, politikád arról szól, hogy, hogy segíteni kell, támogatni kell, akkor, akkor az egy hihetetlen nehéz feladat, hogy, hogy ezen úrá legyél. A mi belső vitáink mindegyik erről szólt. Amikor Békesi László lemondott, akkor teremtődött egy lehetőség, hogy másfajta stílusban és tulajdonképpen másfajta gazdaságpolitika mentén, nem egy növekedésen és gazdaságpolitika mentén menjen végbe ez a szanálás ezért én így utólag is azt mondom hogy a legnagyobb érdem Surányi Györgyé, a jegybank elnöké aki azt a két alapvető intézkedést ugye a forint leértékelés is az importvámot javasolta, ami alapjaiban tette helyre egyébként a magyar gazdaságot, és azok az intézkedések, amelyeket Bokros is javasolt, és amelyeket nem véletlenül az MSZP frakció elnökség elé hozott be, mielőtt Hongyulával megállapodott volna vitára, azok Valóban egy új rendszerváltást jelentettek a maguk hibájával és előkészítetlenségével együtt, de Ugye, igazából ott szembesültünk azzal, hogy bizonyos intézkedéseket egyszerűen elkerülhetetlenek. Nagyon a, nehéz nem volt. akarok kukacoskodni, de fogok. Ugye most úgy, úgy válaszolt a kérdésre, hogy a történelmi szükségszerűség nehézség, amire én kérdeztem, az pedig az, hogy az sds nek a valóban a kizárólagos a gazdaságpolitikai racionálitása vezet olyan helyzetekben, amikor is társadalompolitikai szempontokat is szem előtt kellett volna tartani. És aztán persze a kuncegából is fog válaszolni. Nem, én azt gondolom, hogy az SDS egészen másként politizált. Az, kivét, az igaz, hogy voltak a szakértők között, akik így vélekedtek, de az SZDSZ frakció, amelyikkel én kapcsolatban mm. voltam, az ö, figyelembe vette ezeket a társadalmi szempontokat. Ugyanakkor, hogy mondjam, ö, ön, ők önmagukon is úrá kellett, hogy legyenek, hiszen az SZDSZ-en belül is volt egy elős balliberális csoport, amelyik nagyon, nagyon hasonlóan gondolkozott az MSP bizonyos csoportjaival. Én nem tartottam ilyen doktrínának az SZDSZ. Én tudom, hogy ez a közvélekedés, de ez nem volt igaz. É, igen, szóval ugye az SZDSZ-ben volt a szegényeket támogató alap, a F. Havas Gáborral, Solotótiliával, és ez egy nagyon szociálisan érzékeny társaság volt, amelyik egyébként szembe is ment a inkább konzervatív, liberális gazdaság filozófiát valló társainkkal, Csak ott volt, és nem biztos, hogy ezekben a vitákban ez már kiütközött, bár benne volt a levegőbe, de későbbi együtt kormányzásaink idején ott volt egy lényeges különbség közöttünk, hogy éppen ebből a szetás Táptalajból tulajdonképpen az nőtt ki az SZDSZ-ben, hogy a szociálpolitikában érvényesítsük erősen a rászorultság elvét. Az MSZP-nél, amennyire én így visszaemlékszem, most nem csak a honkormány időszakára, ott pedig az volt, hogy, hogy a, ha támogatásokat adunk, akkor az járjon mindenkinek, aki abban azon a területen érintett. Ugye ez volt a, a nagy vita közöttünk, amikor 50%-os béremelés volt megyesi alatt a pedagógusoknál. Ugye az SZDSZ azt mondta, hogy hát csináljunk valami rendszert, hogy adunk 50%-ot, de azt ne egységesen osszuk el, hanem valami követ kétermény rendszerek legyenek mellette, míg az, ez, míg az MSZP azt mondta, hogy ne át olyan rossz helyzetben vannak a pedagógusok, hogy mindenkinek kell. És itt ezekben a vitákban is azért az nagyon erős volt, hogy a rászorultsági elvet akartuk érvényesíteni, és megjegyzem, amikor a Alkotmánybíróság eltörölt bizonyos intézkedéseket a csomagból, a rászorultság elvének alkalmazását azt változatlanul mm -hmm. hagyta. Nem akarok feszíteni a légkör, de megpróbálom, ugye, hiszen azt írja Szekeres Simre, hogy Hongyula számos esetben arra használta fel az SZDSZ-t, hogy a saját, a pártján belüli megerősítse a pozícióját. Akkor mégis valamiféle instrumentalizálást ebben a nagy békeviszonyban azért és szakmai vitákban csak kell, hogy lássak. Hát... Ö ha, a, mégis a, és akkor mind, mind, honra is együtt, Ha amire, mindkettőnk véleményéből esetleg úgy tűnt volna, hogy ez maga volt a nászmenet, akkor szeretném ezt a hiedelmet eloszlatni. Ez egy piszok kemény együttdolgozás volt. Itt naponta 20-30 ügyben volt véleménykülönbség, volt egyeztetés, ez döntően a frakciók szintjén egyébként. Tehát a kormányzatot ez kevésbé érintette. A nem csak, mert azért, ahogy én hallgatom szekeresimre Imre kávéházi beszélgetéseit időnként, tehát ő azt is el mondani, hogy hányféle érdekcsoporttal volt egyeztetés a kormányzat, hogy sőt, amikor már a két frakció, amikor a két párt már egyetértett kormány szinten, akkor még mindig meg kellett győzni a frakciókat, mert főleg az MSZP frakció volt egyébként az, amelyik nagyon sok egyéb szempontot volt képes belevinni a dologba. És hát azt Szekeres Imre szélfutta, kis papírfecnyéből is olvashatja az ember, hogy, hogy az MSZP frakción belül ott még külön kellett dekázni. Tehát azt mi ugye kívülről nem láttuk, hallgattuk, de mm -hmm. hát Szekeres Imre, mm -hmm. aki ennek eléggé részvevője volt, mint frakcióvezető. Szóval tényleg ez így van, hogy egymással voltak konfliktusok az érdekképviseletek. És belül is volt. De és ugye valahogy erre is azt mondtak. mondanánk, hogy ez a koalíciós kormányzás normális rendje, tehát nem is nagyon tud ez másképp történni. Ez ez, így van. Egy eset kapcsán, és egy percünk van, úgyhogy most lehet, hogy egy rövid eset lesz, vagy csak elkezdeni tudja az esetet, hogy hogyan is használja Hongyula az sds t a Magyar Szocialista Párton vagy pozíció akár egy konkrét közpolitikai vita kapcsán. Mert ön is írja, hogy nem volt egy közpolitikai fenegyerek. Igen. Volt olyan költségvetési vita, ahol nagyon nehezen ment át az MSZP-n egyébként egy a társadalombiztosítással kapcsolatos befizetés, és a Horn azt mondta, hogy nincs mit tenni, az SZDSZ ragaszkodik hozzá. Később is hallottunk már baladali miniszterelnöktől hasonló szdsz szóló való hivatkozás, hogy milyen egyéb más koalíciós konfliktusok voltak, arról a reklám után, a hírek után beszélgetünk. Konkrét, közéleti és politikai egy óra. Áltények, mellébeszélés és jóslás nélkül. Böcskei Balázs műsora ott folytatjuk, ahol abba hagytuk, hogyan használta Horn Gyula az SZDSZ-t, akkor a Magyar a Párttal szemben, akár közpolitikai, szakpolitikai viták kapcsán, de attól tartok, hogy Kunce van erre reagálása. Nem annyira reagálásom, egy kérdésem lenne inkább, mert a Imre Szédobá Cetli között ezt nem olvastam, de annak idején hát eléggé terjedt a hír, hogy az MSZP-n belül vannak erőcsoportok, mondjuk Nagy Sándor körül például és akkor a Nagy Sándor tudja azt mondani, hogy hát ezt már nem szavazzuk meg neked Gyula, és akkor Hor Gyula pedig gondolhatott arra, hogy ha az szdsz el megbeszélte, az csak 90 f -f 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 -f, nem, 70 fő, nem a 70 valahány fő, úgyhogy akkor ha esetleg Nagy Sándornak ma 35, akkor az még elmegy. De ott lehet, hogy más csoportok is voltak, hogy igaz volt-e ez, kedves Imre? Kedves Gábor, igaz volt, csak nem ez volt a megoldás, <síns> hanem egy hihetetlen dolog. Egy 209 fős parlamenti frakció volt, 14 csoport volt benne, nem csak szakszervezetiek, hanem sokféle szempontból. A 209-ből 149 egyéni képviselő volt, ki egy adott körzet érdekeit is képviselte, úgyhogy addig nem álltam fel, amíg belül valamilyen egyesség nem jött létre. Ez egyszer nem sikerült. Kétszer nem sikerült, bocsánat. Én mikor frakcióvezető lettem, találkoztam a német szociáldemokrata párt, akkor még élt világhírű frakcióvezetőjével, akkor már nem volt aktív, és tanácsát kértem, hogy hogy csináljam, és mint csináljam, és a következő tanácsot kaptam, ülj és hallgass. A frakció ülés úgy nézett, mindenki szólatott, mindent megvitattunk, mindenről szavaztunk, de addig nem álltunk fel, amíg valamilyen közös megalapodás nem jött létre, és aztán arról nem kezdtünk el tárgyalni. Ez tulajdonképpen kétszer nem sikerült. Egyszer, amikor a privatizációs bevételek sorsáról kellett dönteni, ahol egyharmad-kétharmad arányban oszlott meg az MSZP frakció, hogy a kérdés az volt, hogy ezt az irtudatos pénzt azt most reorganizációra, gazdaságfejlesztésre fordítsuk, vagy pedig a rossz adósságokat fizessük ki belőle. A másik az alkotmányozásnál volt, ahol, ahol nem tudtam azt a belső egységet létrehozni, annyira... Euh, mély volt ott, és annyira rosszul lejátszott belső történet volt, amit ma is hmm. legjobb, legnagyobb kárnak tartok, hogy nem sikerült végigvinnem. Nem tudom, hogy ki emlékszik rá ki, nem kész voltunk tulajdonképpen az új alkotmányjal, módosítókról szólt a szavazás, és bár euh, mindig frakciólésen előtte még szavaztattam meg is a kormányálláspontját, pontját, és kértem, hogy támogatja vagy sem, nem közölte velem sem a kormány, sem az akkori pártvezetés, hogy nem támogatják, és benne az ülésteremben éltem azt meg, hogy az MSZP vezetői és kormánytagjai nem szavazzák meg a hat párt által közösen kialakított alkotmánykoncepciót. A legnagyobb fiaskónak abban a négy évben én ezt tartottam. Jó, jó, jó hogy rámegyünk ezekre a mega, vagy ezekre a cikornyásabb témákra, és itt Kunce Gáborhoz fordulok. 1995. márciusában létrejön a Varga László történetszerette iratfeltáró bizottság, amely ugye a működését nem tudta úgy annak megfelelően kiteljesíteni, hogy az elindult. Sőt, Hongyula kormány kormányfő, hogy írja a visszaemlékezésében. A HVG fennhangon volt a felelősségre begyűjt miniszterét, egyben koalíciós helyettesét Kunce Gábort, amiért veszélyezteti partizán akcióval, civil személyek beengedésével a nemzet biztonságát. Ugye itt az iratok, az ügynöki kérdésről, az iratok megismerhetőségéről van szó. 97-ben születik egy átvilágítási törvény, amely hét képviselőt talált érintve az ügynök kérdésben, és minthogyha a visszaemlékezésében Szekeres Imre áttúrik egy olyan dolgokat, ami arra vonatkozólag, hogy megismerhetősége a múltnak, az elég karcsolat sikerült ebbe az időszakban, és hogyha itt elővették Kunce Gábort, itt valaki ebbe a történetbe hunyó. A, ugye az a bizonyos irat átvizsgáló bizottság arra jött létre, hogy felmérje, hogy egyáltalán milyen iratok vannak a belügyminisztériumban, mert ezt elmulasztotta mindenki. Hozzáteszem rögtön, hogy a Természetesen abba az irattárba, ahol az ilyen érzékeny iratok voltak, hogy ki volt besugó, meg ki volt tiszt, oda mindenki berohangált, én tudatosan besetettem ezekbe a lábam. Mindenki ezzel... hogy hát olyan politikusokat értünk, akiknek van ehhez? Hát mondjuk a kulcsodal, akik például belügyminiszterek voltak aha. engem megelőzve. De ugyanakkor ezzel valamit kezdeni kellett, és ezért jött létre levéltárosokból, történészekből ez az Iratfeltáró Bizottság természetesen a miniszterelnök tudhatott róla, hiszen egy nyilvános határozattal jött létre a bizottság, gondolom, hogy kis elemére az ilyesmit olvasgatta, és tudhatott róla. A baj akkor kezdődött, amikor megállapította a bizottság, hogy milyen fajta iratok vannak, de nem tudott tovább menni, mert be kellett volna mennie azokba az irattárakba, ahol már az érzékenyebb iratok voltak. Na, ekkor rohant mindenki riadtan Horgyulához minden irányból, hogy ezt ne engedje meg, és ekkor ö, születtek Horgyulának ezek a fedései, feddései, Ugye tegyen... nagyon, nagyon, el... Ö, rejtiben, akik rohantak Hongyulához, most nyilván nem nevekre vagyunk kíváncsi, hanem, hanem funkciókról, hogyha körbeírnánk, akkor kik azok, akik rohantak a miniszterelnökhez? Igen, annyira nem kell körbeírni, szerintem a Hát természetesen ugye először is a titkos szolgálatok, mert hát az ő ténykedésüket illette. Másrészt pedig az összes párt az sds en kívül, mert hogy különböző okokból mindenkinek egy kicsit hát az volt az érdeke, hogy ezek az iratok ne legyenek nyilvánosak, és egyébként most erre mondhatná egy Fideszes, és lehet, hogy igaza lenne, hogy ők bezzeg nem, csak később egy egyfolytában. De minden esetre és ekkor született az a megoldás, hogy jó, akkor ez nem megy ez a vizsgálat, akkor viszont ezeket a... Iratokat helyezzük át az úgynevezett és akkor létrehozott történeti levéltárba, ahol majd kutathatják a kutatók, de szűnjön meg az a lehetőség, hogy berohangálnak politikusok, kiemelnek papírokat, és ugye emlékezzünk csak vissza, hogy mondjuk Torgyán ügy, Csurka ügy és mások ügyei, amelyekből aztán utána persze nem lett semmi, ne fordulhassanak elő. Ugyanakkor viszont ez az egész nem vonatkozott, talán az esztétiszti állományra, és ennek később mindenféle uh -huh. következményei is lettek. És végül is ez így rendeződött, de utána jött a nagy vita, hogy és mely iratok kerüljenek át, és itt megint a kormányzat túl nagy ö, mozgásteret engedélyezett a titkos szolgálatoknak. Először ők tehát kivehették azokat a papírokat, amelyekről úgy gondoltak, gondolták, hogy még 1997-ben is relevánsak a titkok őrzése szempontjából, és utána ez az irathalmaz átkerült, de kétségtelen, hogy Horn Gyula ezt nagyon nem szerette, ezt a folyamatot. Az MSZP frakciónak nem volt vele semmi baja. Sőt, az MSZP frakció nagy része... Csak azért van... azt mondja most kuncogább, hogy az SZDSZ-en kívül minden párt örült, hogy az a történet nem azon a nyomvonalon indult hát, el. De persze, mondtam ugye a titkosszolgálatokat, de hát akik az MSZP frakcióból korábban előfordultak a belügyminisztérium környékén, ők se nagyon pártolták ezt a dolgot. Ez biztos így van, de én a hangulatára emlékszem, amikor ezek témáról beszéltünk, tulajdonképpen... Senkinek az ellen kifogása, hogy tisztázók az nem volt. Nyilván nem ismerték ezeket a részleteket, amelyeket te belügyminiszterként ott kényszerült megismerni. Sőt, ahogy jól emlékszem, egyedül az az egyetlen mszp és képviselő mondott le, a kérintetnek találtak a képviselőségről, uh -huh. mert ez kötelességének tartotta. Tehát nem volt számunkra ez egy ennyire... Élesebb kérdés. Nyilván azok, akik foglalkoztak vele, azoknak ez, hmm. ez más, más volt, és ezt elfogadom a Gábor kiegészítését. Én én azt gondolom, hogy az a generáció, amelyik az MSP frakció nagy részét alkotta akkor, döntően a reformköri mozgalomból is máshonnan jött fiatalabb generáció, ebben az ügyben teljesen nyitott hmm. volt. Van egy legendás kép 96 júniusából a Majálison, a nagy rétren, egy MSZP kötélhúzás van, talán még többen emlékezhetnák, hogy ki van a kötélnek a másik végén, azt nem tudjuk, de a kötélnek innen végén, ami fényképezze van, többek között Vargáni, Kerégyártó, Ildikó, Filló, Pál, Földes, György és Csintalan Sándor. Maradjunk egy kicsit Csintalan Sándornál. Csintalan Sándor 2007-ben készül egy indexfelvétel, ami az olajozás kapcsán készül, és benn ugye többször felmerült a neve, hiszen és akkor nagyon komoly pozícióban van a ügyvezető, a lelnök, a Magyar Szociális Tapárban Csintalan Sándor. Nem erre akarok utalni, mert ugye utal rá, hogy abban az időszakban egy témát nem lehet érinteni az olajozást, de mindenki tudta, hogy mindenkinek vannak alternatív kasszái, és egyébként Szekeres Imrét is ebben a videóban említi, mint szerint egy pászpénzszárnakos a sok közül, mint hogy egyébként vannak formális és informális. Nem erre a csintalan mondatra akarok utalni. Az olajozás, vagy mondhatnánk a szervezet bűnözésnek a kialakulását, ami bár a rendszerben indult, de azért mégis itt teljesedik ki. Az pont ebbe az időszakra esik, vagy legalábbis a, a, a kicsúcsosodása és akkor így mindenki fel, fel kell, némán nem a belügyminiszternek, egykor belügyminiszternek teszem fel a később, hanem egykori kormányzati politikusoknak. Ezt most akkor nagyon a társadalmilag ilyen érzékeny leszek, vagy felállodott, hogy engedhette meg a korabeli politika, mikor annyira egyértelmű volt, annak egyértelműnek kellett látszani, hogy itt a szerezett bűnözés és a politika kapcsolata szorosabb, mint az indokolt lenne. Um. Szóval ez a felvezetés ez egy kicsit um, Ferdére sikeredett. Ugyanis a helyzet az, Javítás hogy. Képség. Ez nincs benne a jegyzeteimben. Nem, 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 nem. A, de nem mindegy, el. mert én úgyse olvasok ilyenféle jegyzeteket. De minden esetre a... szóval azért sikerült Ferdére, mert a probléma akkor kezdődött, amikor 90-91-ben. A, esett vissza az életszínvonal, nem éltek jól az emberek, a, stb, stb. 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 viszont olajkájhával fűtött mindenki. És akkor ugye fölmerült, hogy a dízelüzemű autók és az olajkájhák ugyanazt az üzemanyagot használják, de hát ke olcsóban akarjuk adni az embereknek, és ö, drágában akarjuk adni az a, a, autósoknak, és ezért aztán megfestették a olajkáhban felhasznált olajat. Az olajozás maga pedig azt jelentette, mondom a ma született bárányoknak, hogy ezt a festékanyagot kivették ebből az olajból, és eladták, mint dízelüzemanyagot. üzemanyagot Na most ezt a kormány az új kormány érzékelte, és elkezdett dolgozni a megoldáson, ami egyébként nehéz volt, mert azt nem lehetett, hogy kérem szépen ugyanazt adom mindenkinek, csak ennek drágában, ennek olcsóban, hanem sajnos odáig kellett eljutatni a dolgot, hogy hát ez van. Ez okay. Lehet. Okay. És okay. a pillanat. pillanat és ezért aztán 95-re megszülettek azok a jogszabályok, amelyek az ilyenfajta olajozást igen. megszüntették. Utána még jöttek mindenféle egyéb adalékanyag festegetések, de az már nem volt is. Innen jött a következő probléma, hogy az olajozással megkeresett nagyon nagy pénzmennyiséget be akarták fektetni az alvilág, a fővárosi, elsősorban a fővárosi alvilági életbe, ahol meg már voltak emberek, és nem tudtak egymással megegyezni, és ekkor tört ki a maffia háború, leegyszerűsítve ez így néz. Oké, okay. nem én is, is szerintem, szerintem, hogy ne fejtse csak én arra akartam utalni, hogy az energóllal kapcsolatban működő cégeknél szocialista politikusok vannak a felügyelőbizottságok tagságában. Erre akartam arra utalni, hogy itt az olajozás azért van egy ilyen, ilyen hogy is mondjam, kémiai oldala, meg van itt egy áfa csalási ami, aminek a végén felügyelő bizottságok vannak. Ha az a része a politikának, amelyik ezzel érintkezett, azt számunkra akkor teljesen ez volt, nem volt. Nem volt konkrét tényismeretünk. Mm. Én erre a legfelkészültebb emberünket kértem meg, Tóth Károlyt, aki egy nagyon tisztességes, nagyon komoly és nagyon elszállt ember volt, képviselőtársam, hogy Békés megyei, megyei képviselő, kivékes Csabai, hogy ő vegyen részt a olajbizottság munkájában, és minden javaslatát az egész frakció támogatta. Tehát, bocsánat, az, annyiban szeretnék különbséget tenni, mert így utólag is a úcipőm tele van, hogy az, hogy voltak tisztességtelen emberek, vagy voltak hülyék, a politikusok között, hogy ilyenbe látszólag belekeveredtek, az nem jelenti azt, hogy az egész politikai garnitúra, vagy az egész képviselőcsoport ebben érintett volt, mm. és minden ilyen esetben, amikor hát ilyen dologról bárkinek tudomása volt, a lehetőleg szigorúbban jártunk el. Nagyon érdekes a, a, a visszaemlékezéseknek egyik része az Orbán, illetve a Honvita kezdjük Szekeres hiszen van egy kampányfőnök érintettség, és a kampány szakaszában már 98-ban vagyunk, de hát menjünk vele, miért is kerül leváltásra Szekeres és miért nem örült az Orbán honvitának? Én 91-ben is kampányfőnök voltam, teljes hatáskörrel megnyertük a választást, 97. novemberében kért fel Horn hogy ismét kampányfőnök legyek, tehát akkor már túl sok csóka volt a fákon, Mindenféle média ehhez tartozott. Nem, nem mondom végig, mert ez a érdektelen része múltnak, de nem ugyanolyan hatáskörrel. De egyben biztos voltam. Én Hongyulát nem engedtem leülni vitázni Orbán Viktorral. Indok? Azért, mert Orbán Viktor egy nagyon tehetséges, nagyon felkészült ember volt, és ellenzéki politikusként helyzeti előnye volt honnan szemben, aki akkor négy évi kormányzati munka után annak az összes terhével nem tudott volna valóban, valóban győztesként kikerülni. Uh -huh. Ilyen egyszerű uh -huh. volt. Kampányokban vannak ilyenek, ezek nem kellemes dolgok, de le kell vonni a következtetést. 97. novemberétől folyamatosan mondtam, bizonygattam az MSP vezetőinek, hogy kétfordulós választási rendszerben az kerül kormányra, aki a második fordulóban szövetségessel rendelkezik, és meg tudja nyerni az egyéni körzeteket. Az MSP ugyanannyi százalékot ért el az első fordulóban, mint 94-ben, sajnos azóta, hogy az SZDSZ fel annyit, így nem maradt tartaléka, és hiába hívtam fel erre előre a figyelmet, nem itt el. Az MSZP vezetőjének nagy része azt gondolta, hogy nyerünk. Ez volt a közhangulat. Minden politológus, politikai elemző esugalta. Bepörgött időközben. És, 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 igen, és hiába mondtam, hogy a számok nyelvén ez nem így van. Aztán vasárnap éjszaka szembesültem. Szembesült mindenki azzal, hogy ez nem így lesz, és hétfőn Horngyula úgy döntött, hogy ő Kósáni Kovács Magda Gázoltán és Kovács László irányítja a kampányt tovább. Nem jelentettük be, hogy én akkor lemondtam, mert az ártott volna az MSZP-nek. El kellett vinnem a balhét, hogy nem maradtunk kormányon, miközben arról már nem én tehettem. Viszont azt írja az SZDSZ kampánya, és koncegából azt fordulok, hogy egyrészt az SZDSZ visszatért 94-es kampányban tanúsított MSZP-elnes magatartásához, sej szinten sem volt handó együttműködni velünk, illetve lejjebb az SZDSZ lényegében nem folytatott választási kampányt, lemondva ezzel arról a tőkéről, amelyel mindig is azonosították a A pártot. két forduló a között. Igen, a igen, két for... Ezt, ezt hozzá nem tudtam, hozzá. É, Így van, igen. Uh... Ha ez könyvben megjelent volna, hát kifogásolnám is. Szóval, um, ugye a, az első forduló előtt ö, ö, mi külön indultunk, tehát ez nem egy választási szövetség volt, hanem külön indultunk, és valóban volt egy olyan, hogy meg kell különböződnünk az MSZP-től, amelyik ugye lényegesen nagyobb lévén, több minisztériummal rendelkezve ö, elviheti a kormányzati sikereket, mert hogy azok akkor már igenis voltak. A két forduló között pedig hát letargia volt a pártban, ugye a jelöltjeink néhány kivétellel elbuktak, már az első fordulóban. Ráadásul egy olyan 12%-os eredményre számítottunk, mert 10% fölött mértek minket, és nagyon lassan jöttünk föl, a kisgazdák meg mentek lefelé, és ehhez képest a 7,7% az vereséggel ért fel, és harmad részben pedig az erőforrások arra se voltak nagyon elegendőek, hogy az egyéni körzetekben állva maradt jelöltjeinket támogassunk. Tehát ebben nem volt semmi MSZP ellenessége, akik ilyen okai voltak. Két percünk van hátra, úgyhogy egy hatásodással kell lezárnom ezt a visszaemlékezést. Én sem szeretem elemzőként azt, hogy értékeljük a kormányok tevékenységét egytől tízig, mert a kormányzat és a közpolitikai teljesítmények értékelés az, az az nyilvánvalóan a tudományos apparátussal történik, de hogyha azt mondanánk, hogy egydő, egy-től tízig kellene a honkormányt megnézni, akkor a két frakció érintetje, hogy hogyan látja ezt a teljesítményt? Én, mert ugye azért csak, mert a visszemlékeléseiben nem rest az önkritikában sem. Én 7-3. 7 pontot adnék neki. 10 uh -huh. legfontosabb ügybe 7 sikeres volt, 3-ban nem. Én nem pontoznék, ez végül is nem működtse ez, hanem kormányzás. <laughs> 1998-ban Magyarország az átalakuló országok élén állt egyértelműen. Egy fenntartható növekedési pályával döntő született a NATO csatlakozásról, és arról, hogy megkezdik velünk az Európai Uniós tárgyalásokat. Amikor a kormány átvette, gazdasági válság volt, és leszakadóban voltunk. Én azt gondolnám mindenféle osztályzat nélkül, Aha. hogy az eddigi kormányok közül ilyen értelemben ez volt a legsikeresebb kormány. És én szeretnék egy elismerő mondatot mondani Hordgyuláról, aki ennek a kormánynak a miniszterelnöke volt, mert minden vita, konfliktus mellett is, azért ez döntően az ő érdeme volt. És ugye az ön a visszaemlékezéseiben, ezről részesebben értekezik is. Hát ilyenek voltak azok a koalíciós évek, 1994 és 98 re egy részét talán át tudtuk adni a hallgatónk, és Kuncegámnak köszönöm, hogy elfogadták, a kívás voltak. Illetve köszönöm a hallgatóknak a figyelmet, Árva Brigitának és Burger Lajosnak a műsor elkészítésre nyújtott segítségét, jövő a szokott időben találkozunk.